Köszöntöm nézőinket! Önök a Puszta Szabolcs TV adását látják. Ha észrevételük van, írhatnak nekünk a pusztaszabolcs@tókötőjelteve.info címre. Mai magazinunkban a Szabolcsi Hét című hírműsort láthatják az elmúlt két hét fontos eseményeivel. A szakemberek szerint a csapadékos és enyhének ígérkező ősz miatt hosszú gomba szezonra számíthatunk. Ami jó az ellenőrzött gombát fogyasztóknak, olyan veszélyes azokra, akik komolyabb ismeretek nélkül mennek gombászni és fogyasztják a gombákat. A Hasznos Tanácsok című összeállításunkban a mérges gombákról láthatnak egy ismeretterjesztő kisfilmet. Most tehát, ahogy ígértem, kezdődjön hírmagazinunk a Szabolcsi Hét Máté G. Péter szerkesztésében. Köszöntöm a Szabolcsi Hét nézőit! Először következzenek híreink röviden. Szent Istvánra emlékeztek. Megáldották az új kenyeret. Képviselő járt a hagyományok házában. A tűzé volt a főszerep. Választás előtt. Két kukás rendszer. Ősz a négy évszakban. Táboroztak a bringások. Jó rajt, felemás folytatás. Az időjárás ezúttal sem hazudtolta meg magát. Az augusztus 20-ai reggeli eső miatt a Millenniumi Parkba tervezett ünnepséget a Városháza dísztermébe kellett áthelyezni. Ez természetesen mit sem változtatott az esemény ünnepélyességén. Augusztus 20-a Magyarország nemzeti és állami ünnepe igazán szép és összetett ünnepnapunk. Ezen a napon emlékezünk meg az államalapításról, ekkor ünnepeljük első királyunk, első István temetésének és szentélyavatásának évfordulóját, és megszegjük az első új búzából készült kenyeret is, vagyis az új kenyér ünnepe is ez a nap. Ahogy országszerte, szinte minden településen, úgy Pusztaszabolcson is komoly hagyománya van a szép ünnepnap méltó keretek között történő megtartásának. A Városháza dísztermében megtartott ünnepségen, amelyen részt vettek a térség országgyűlési képviselője dr. Galambos Dénes mellett Pusztaszabolcs város képviselőtestületének tagjai, a helyi pártok és civil szervezetek képviselői, az intézmények vezetői, valamint az ünneplő helyi polgárok, Kis Kornélia közművelődés szervező köszöntötte a megjelenteket. A himnusz közös eléneklésével vette kezdetét az ünnepé, amelynek ünnepi műsorában Kalusz Vivien, Rácz Andrea és Szupa Boglárk adott elő vers és prózai irodalmi műrészleteket. Csillagokban írva sorsunk, ők a mi életünk. Államiságunk ünnepén a végkenyér mosunk. A betett mag kalászban nőtt, s kenyér lettem, itt vagyok. Isten malmai őrölnek, s lisztből lesz az új kenyér. Örök élet ígérete, áldás, munka, hit, remény. Szent István, fejezd be, amit kezdtél, hogy te igazgattad el lábunkat Európa ország útjára, s ami történt, pozitív és jó. Emiatt magasztal téged, ez a gondjai közül minden viszontagság viharában hozzád kihaszkodó lenne. Urunk, ha megkezded velünk az európai utat, te létezhetünk, és fejezd be a művedet az örök szigárulás pillanatában. Urunk, romolhatatlan jogod erejét megmondom tőlünk, mert soha ekkora szükség nem volt az erejére, hogy a legendák köréből megint kitaláljunk a realitás biztonságában. A műsort követően a város polgármestere Csányi Kálmán mondott ünnepi beszédet, amelyben kiemelte a jelentőségét egy több esemény tényt is magába foglaló ünnepnapnak. Ahogy mondta, ez egy igazán piros betűs ünnepünk. 1997-ben, amikor Géza fejedelem halála után Bajk kerességben István átvette a Kárpát-medencében élő magyarok irányítását, biztosan nem gondolta, hogy több mint 1000 év múlva őrá fogunk emlékezni. Istvánra, aki 1997 és 1038 közti uralkodása alatt megteremtette az önálló magyar királyságot, az önálló magyar államot. Azt a magyar államot, amely uralkodása óta folyamatosan létezik, egy rövid időszak kivételével önállóan teljesíti fel.
hiszen az állam egy intézmény, és a célja az, hogy egy magasabb szervezettségi szinten az állam területén élők számára könnyebbé tegye a mindennapokat. Egy olyan munkamegosztást alakítson ki, ahol az itt élők számára biztosítja az egyének és a közösségek külső támadások elleni védelmét, és kialakítja azt a belső rendet, amely a mindennapok együttéléséhez szükséges. Csányi Kálmán elmondta, mit tett Első István a magyar állam létéért, hogyan erősítette azt meg 41 évnyi uralkodás alatt, milyen előrelátó lépéseket, intézkedéseket tett annak érdekében, hogy sokáig megmaradhasson a magyar állam. A polgármester kitért a nagykirály intelmeire és arra, amit mai késői utódai is tanulhatnak tőle. Mi, aki helyi közigazgatásnak tevékenykedünk, és Kusztaszabolcs önkormányzatának tagjai vagyunk, tanuljunk Szent István példáját. Fogadjuk el, hogy nem koppányként és ajtónyként kell az állam ellensúlyát megteremtenünk, hanem arra törekedjünk, az állam által biztosított belső rend munkamegosztás lehetőségeit minél jobban kihasználjuk. Nem azért nem kell ajtónyként és gyulaként viselkednünk, hogy konfliktusokat elkerüljük, hanem azért, hogy a Kusztaszabolcson élők számára az állam által biztosított lehetőségek bővüljenek. A városvezetője ezt követően az új kenyér jelentőségét méltatta. Az ünnepség a szózat közös eléneklésével ért véget a pusztaszabolcsi városháza dísztermében. Ünnepi szentmisének, az új kenyér megáldásának színhelye volt a pusztaszabolcsi római katolikus templom augusztus 20-án Szent István temetésének és szenté avatásának emléknapján. Szent István király ünnepe minden magyarnak ünnepe, hisz bármere is sodorták a történelem viharai ezt a népet, a Szent király alakját minden időben felidézték. Mindig hittel fohászkodtak hozzá, hálával a múltért, bizalommal a jövőért. Mindez Spányi Antal megyés püspök mondta a fehérvári székesegyházban megtartott ünnepi szentmiséjének elején, és ugyanezeknek a gondolatoknak a jegyében zajlott le a pusztaszabolcsi ünnepi szentmise is, amelynek keretében Baltási Nándor esperes plébános szentelte meg az új kenyeret. Áldott tégy, Urunk, Istenünk, Atyánk, aki az eget és a földet alkottad, mindennapi kenyerünket, gondoskodó szereteted jelét, családi asztalunk legfontosabb eledelét adtad nekünk. Terjeszd ki karod és árazd áldásod erre a kenyérre, amelyet Szent István királyunk, országunk fővédő szentjének ünnepén hoztunk eléd, és add meg táplálékul a földkerekségen élő minden gyermekednek a mindennapi eledelt és örök életre szóló szent igét, Krisztus a mi Urunk által. Baltási Nándor beszédében Szent István király nagyságát, hagyományait méltatta, és nem mulasztotta el felhívni a figyelmet István királynak fiához, Imre herceghez intézett intelmeire is, amelyben első királyunk tevékenységének szinte minden fontos eleme megtalálható. Az ünnepi szentmise a liturgiának megfelelően zajlott le a pusztaszabolcsi Szent Imre katolikus templomban. Az augusztus 20-ai városi ünnepségen részt vett Fejér megye 4. számú választókerületének, így Pusztaszabolcsnak országgyűlési képviselője, dr. Galambos Dénes is, aki az ünnepséget követően megtekintette a közelmúltban megnyitott hagyományok házát.
Galambos Dénesnek Csányi Kálmán, a város polgármestere, a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kuratóriumának elnöke Molnár Sándor, valamint a Hagyományok Házának létrehozásában oroszlán részt vállaló koordinátor Czöndör Mihályné mutatta be az értéktárként működő gyűjteményt. A képviselő kötetlen beszélgetés során még egy hasznos gondolatát is megosztotta vendéglátóival. Kijelentés életben egy olyan hétvédet tettem ennek a főirazót, hogy ne aggódjatok. Bevezettem, hogy aggódunk a kisgyerekért, aggódunk a gyerekünkért, aggódunk a szülőnkért, nagyszülőnkért. És olyan szépen végigvezette azt, hogy az a pozitív üzenet ennek volt, hogy ne aggódjatok, hogy mindig van megoldás, meg azért van a közösség, és ebben olyan szépen nevezett, hogy ez a fő gondolat van benne, de ezt ajánlom nektek is, hogy ne aggódjatok. Látványos produkciókkal folytatódott és zárult az idei, sorrendben második Szabolcsi Nyári Fesztivál Pusztaszabolcson. Míg a délelőtt az ünnepé volt, addig a délután már a szórakozásé, kikapcsolódásé. Egyszer már elmosta a Hollywood Rose együttes koncertjét Pusztaszabolcson az eső, és most sem kecsegtetett sok jóval az időjárás, országos narancsriasztás volt érvényben a várható felhőszakadás miatt. Végül is az idő ezúttal kegyes volt a fesztivál látogatóihoz, és meg lehetett tartani a programokat. A Hollywood Rose az estébe nyúló délutánon a keményebb zenei irányzatok kedvelői számára teremtett jó hangulatot a kastélykertben. A tűzvarázs produkció Fire Jazz című programja izgalmas látványosságot jelentett a szép számmal összegyűlt nézőknek. A hangulatos estén a tűz játszotta a főszerepet. Ezúttal is sokan voltak kíváncsiak a fesztivál és egyúttal a nyárzáró tűzi játékra is. Az idei esztendő a választások éve. Az áprilisi parlamenti, májusi európai parlamenti választások után októberben önkormányzati képviselőinket választjuk meg egy újabb, ezúttal hosszabb ciklusra. Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12-ére vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi törvény alapján egyéni listás képviselőt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, illetve polgármester jelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.
Idén augusztus 15-én a központi névjegyzékben szereplő pusztaszabolcsi választópolgárok száma 4965 fő, vagyis ennyien járulhatnak az urnákhoz, hogy kifejezzék akaratukat a következő önkormányzat összetételével kapcsolatban. Pusztaszabolcs városi jegyzője, a helyi választási irodai vezetője, Vezér Ákos a Városhivatalos honlapján a pusztaszabolcs.hu oldalon a választási eljárásról szóló 2013. évi 36. törvény 75. paragrafusa alapján arról tájékoztatta pusztaszabolcsi választópolgárokat, hogy az október 12-ére kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán jelöltként az indulhat képviselői posztért, aki legalább 50 darab, míg polgármester jelölt legalább 149 darab érvényes ajánlást gyűjt össze. Az ajánló éveken összegyűjtött ajánlásokat legkésőbb szeptember 8-án 16 óráig lehet a polgármesteri hivatalba eljuttatni. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet, és egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Az ajánlás nem vonható vissza. A választással kapcsolatos bővebb információk a választás.hu portálon érhetők el. Van, aki két szemetes edényt sokal a házánál, más a szemétválogatását érzi terhesnek, de a többség elfogadja a szelektív hulladékgyűjtést. A célja, vagyis a környezetünk védelme mindannyiunk számára fontos kell, hogy legyen. A Vertikál Nonprofit ZRT augusztusban módosította a pusztaszabolcsi szemétszállítási rendszerét. Augusztus 5-től áttért a két kukás szemétszállítási rendszerre. Júliusban az önkormányzat közreműködésével valamennyi háztartásba kiszállítottak egy darab sárga fedéllel ellátott második kukát. Ahogy a Vertikál ZRT tájékoztatójában olvasható, a cég a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztését tűzte ki célul annak érdekében, hogy a háztartásokban képződött hulladék mennyisége minél magasabb arányban újrahasznosítható legyen, csökkentve ezzel a lerakóba kerülő hulladék mennyiséget. A kukákba korábban kevert, vagyis biológiailag bomló és csomagolási hulladék válogatás nélkül kidobható, gyűjthető volt. A lakosoknak a két kukás rendszer bevezetését követően a házuknál keletkezett háztartási hulladékot már kétfelé kell válogatni és a kukákba dobni. A sárga fedelű szemétgyűjtőbe kizárólag a tiszta, kimosott, szelektív csomagolási hulladékok kerülhetnek, mint például a műanyag PET-palack, tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, fólia, reklámtáska és egyéb kemény műanyagok, mégpedig a helyi kihasználás érdekében kézzel összelapítva vagy laposra taposva. Emellett ugyancsak a sárga fedelű kukákba kell tárolni a papírokat, az ugyancsak megtaposott italos kartondobozokat, fémdobozokat, porcelánt. A korábban is használt edénybe a biológiailag lebomló hulladék, fűnyesedék, lomb, kerti gyomok, konyhai maradék, egészségügyi hulladék kerülhet. Fontos még tudni, hogy amennyiben a sárga fedővel ellátott szemetes kicsinek bizonyul az ingatlanon keletkező hulladékoknak, akkor a kuka mellett még átlátszó zsákban is kihelyezhető a válogatott szemét. Az összegyűjtött csomagolási hulladékot két hetente szállítja el a szolgáltató. A négy évszakban már ősz volt. Bár még javában tart az idei őszies nyár, a pusztaszabolcsi futóverseny a négy évszak már az őszi fordulójához érkezett. A női mezőnyben az 1959-ben születettek versenyében a budapesti Orosz Katalin lett az első, az érdi Szabó Csaváné futott be ezüstérmes helyen. Az 1960-1974 között napvilágra jöttek versenyét a pusztaszabolcsi Varga Ildikó nyerte, a második az ugyancsak pusztaszabolcsi Kőkuti Lászlóné lett, míg a harmadik helyet a kosdi Jancskár Ildikó szerezte meg. Az 1975-1995 között született hölgyek között a budapesti bíróné dr. Molnár Anikó futott át elsőként a célvonalon, megelőzve az Orosházáról érkezett Varga Évát és a hazai Somorác Katát. A legifjabbak, vagyis az 1996-2002 között született lányok versenyét a pusztaszabolcsi Horváth Zsófia nyerte. Az 1959 előtt született urak között a Budapestről érkezett Laza László élet a győzelmi pálma, ő a másodikként célba ért dunaújvárosi ellenfelét előzte meg, Krausz Istvánt, aki a Dunabogdányi Fülöp József előtt ért a célba. Az 1960 és 1974 között napvilágra jött férfiak versenyét a gárdonyi Tar Péter nyerte az érdi Pongrász Gábor és a székesfehérvári Lengyel Tibor előtt. Az 1975 és 1995 között született férfiak versenyében kettős ercsi siker született. Első lett Kovács Bálint, aki földiét Tarjányi Rolandot előzte meg, míg a bronzérem ezúttal a pusztaszabolcsi Bagaméri András élet.
Az 1996 és 2002 között született fiúk őszi versenyét a Budapestről érkezett Szakács Márk nyerte, megelőzve a százhalombattai Molnár Patrikot, és a szabad hétvégről Pusszaszabolcsra utazott Hagyonlata Niel tájékoztatott a négy évszak futóverseny őszi megmérettetésének végeredményéről a Pusszaszabolcsi Szabadidő Sportegyesület elnöke Kőkuti Lászlóné. Nagy túrára indultak a pusztaszabolcsi kerékpárosok, rengeteg kilométert tekertek le pár nap alatt. Augusztus 7-én indultak és 10-én értek haza Pusztaszabolcsra azok a bátor sportemberek, akik az idei bizonytalan időjárású nyárban is vállalkoztak a hosszú túrára. A Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület túrakerékpáros szakosztályának 15 fős csapata kerekezett el a Pusztaszabolcstól 65 kilométerre lévő Fejér megyei Vajtára, amelynek kempingje lett pár napra a főhadiszállás a csapatnak. Innen indultak további túráikra a pusztaszabolcsi sportemberek. A csapat tagjai túráik során felkeresték Simon tornyát, Réti Majort és a Vajta közelében levő településeket. Ahogy a csapat és a túrakerékpáros szakosztály vezetője Csordás Viktor elmondta, az utak a kerékpáros turizmus számára igen alkalmasak, mert kicsi a forgalom, és sok szép tájon haladnak át a drótszamarazók. A csapat igen sportos életet élt, mert a túrák közötti szünetben sok mást, köztük még a labdarúgást is kipróbálták. A túracsapat naponta átlagosan 60-70 kilométert teljesített. Dolgukat nehezítette, hogy nappal 30-35 fokos meleg volt, ami nem éppen ideális hosszú távú teljesítményhez. A túrakerékpáros csapat élményekkel gazdagodva tért haza a vajtai táborozásról, mondta el Csordás Viktor. Jó kezdődött a 2014-15-ös labdarúgó bajnoksága Pusztaszabolcs SC számára. A szezonnyitó mérkőzésen rögtön egy ötössel köszöntötték lepsényi ellenfelüket a PSC labdarúgói. A megyei másodosztályban az előző bajnokságban 5. helyen végzett pusztaszabolcsi együttes igen erőteljesen kezdett a hosszú menetelésbe. Ellenfelük az LMSK csapata egy pillanatra sem tudta kétségessé tenni a hazaiak győzelmét. A PSC a 7 sárga és az LMSK-t sújtó egy piros lappal tarkított meccsen Nagy Ernő mesterhármasával, valamint Bakos Gábor és Imre János 1-1 találatával gól nélküli félidőt követően 5-0-ra győzte le ellenfelét. Egy héttel később, augusztus 24-én a második fordulóban a Barac csapata látogatott Pusztaszabolcsra és 0-0-ás eredményt ért el Fülöp János edzőcsapata ellen. Megkezdte bajnoki versengését a PSC felnőtt csapatának közvetlen utánpótlása a 21 éven aluliak együttese is. Az U21-esek ugyanazokkal az ellenfelekkel játszanak mindig, mint a felnőtt együttesek. Így első meccsüket értelemszerűen az LMSK ellen vívták, mégpedig Pusztaszabolcson, és 1-1-es félidő után 2-2-es döntetlennel zárták a mérkőzést. A hazaiak góljait Sári Levente szerezte. Egy héttel később a Barac volt az ellenfél, ugyancsak hazai pályán. A fiatalok ezúttal 3-1-es félidő után 4-1-re verték a vendégeket. A gólokból Nagy Benjamin, Sári Levente, Szőke Dávid és Láng Máté 1-1 találattal vette ki részét. Az öregfiú bajnokság augusztus 30-án azonnal egy rangadóval az Adony elleni összecsapással indul. Az öregfiúk az utolsó felkészülési mérkőzésen a Belojanis csapatával mérték össze tudásukat, és a két együttes 5-5 arányú döntetlenre végzett. Az U15-ös és U18-as korosztályok szeptember 6-án kezdik meg bajnoki szereplésüket, mondta el Zserdin Balázs, a PSC elnöke. Híreink még egyszer röviden. Szent Istvánra emlékeztek. Megáldották az új kenyeret. Képviselő járt a hagyományok házában. A tűzé volt a főszerep. Választás előtt. Két kukás rendszer. Ősz a négy évszakban. Táboroztak a bringások. Jó rajt, felemás folytatás. A szabolcsi hétvégén megköszönöm figyelmüket. Önök a Pusztaszabolcs TV hírműsorát látták. Hasznos tanácsok következnek.
A szakemberek szerint a csapadékos és enyhének ígérkező ősz miatt hosszú gomba szezonra számíthatunk. Ami jó az ellenőrzött gombát fogyasztóknak, olyan veszélyes azokra, akik komolyabb ismeretek nélkül mennek gombászni és fogyasztják a gombákat. A Hasznos Tanácsok című összeállításunkban a mérges gombákról láthatnak egy ismeretterjesztő kisfilmet. Egy spórás élőlény, mely sokszor kegyetlenebbül képes pusztítani, mint a legveszélyesebb vírus. Ez a mérgező gomba. A Magyarországon honos több száz gombafaj közül mintegy 35 többé-kevésbé mérgező. Köztük is a legveszélyesebb, a gyilkos galóca. 15-40%-os a mérgezettek halálozása, és az összes halálos gombamérgezésnek a 98%-áért a gyilkos galóca a felelős. Ez a gomba könnyen összetéveszthető két másik fajjal is. Fiatal állapotában zárt burokban találhatunk rá, melyet tojásmaradványnak nevezünk. Ez a burok pedig feltűnően hasonlít a pöfetegre, amely viszont ehető. A már kifejlett gyilkos galóca bocskora, tönkje és lemezei is fehérek, és jól látható, hogy van gallérja. A kalap felülete sugarasan szálas, lehetnek rajta apró burokmaradványok, színe zöldes, sárgás, esetleg barnás. Külsőre szinte teljesen megegyezik a nem mérgező tarlógombával. A kép bal oldalán láthatják a gyilkos galócát, a jobb oldalon pedig hasonmását, a tarlógombát. Az egyetlen lényeges különbség köztük az, hogy csak a gyilkos galócának van bocskora. Láthatjuk a gombán, hogy egy jól fejlett bocskora van, ami nem mindig tűnik a gombázók szemében, hiszen ez az avarban bennül, egy kicsit a talajban is, ezért ha valaki késsel elvágja a talaj fölött, akkor bizony ezt már nem fogja látni. A termőhelyük is más. A tarlógomba füves réteken, kaszálókon terem. A gyilkos galóca leggyakrabban tölgyesekben, ritkábban fenyvesekben fordul elő. Ha ebből a gombából csak egyetlen apró darabka, azaz néhány gram belekerül ételünkbe, ez akár 8-10 ember halálát is okozhatja. De melyik méreg öl? A méreganyagait tekintve a gyilkos galóca 5 toxint tartalmaz. Ebből egy toxin az, amelyik hőlabilis, a másik 4 hőstabilis, vagyis gyakorlatilag sem főzéskor nem bomlik el, sem évek múlva szárítás hatására nem veszít a mérgező hatásából. Ez azt jelenti, hogy a méreganyagokat főzéssel sem tudjuk hatástalanítani. A vese és májsejtek szétesnek, és visszavonhatatlanul károsodnak. A gyilkos galóca mérgezés tünetei közül az első stádium az, ami felhívja a figyelmet arra, hogy nagy valószínűséggel gyilkos galócáról van szó, hiszen 8-24 óra telik el a gomba fogyasztása után, amikor viszont óriási csillapíthatatlan hányingerhányás jelentkezik a betegnél. Ilyenkor a nagy folyadékveszteség miatt gyengeség, fejfájás, ájulás, rossz közérzet lép fel. A második stádium a legveszélyesebb, ugyanis a mérgezett személy panaszai hirtelen elmúlnak, jól érzi magát. Pedig ilyenkor hatnak azok a méreganyagok, amelyek a veseműködés súlyos károsodását okozzák. Általában ekkor vesztik el az orvosok a beteget. A beteg gyakran az első tünetek jelentkezésekor sem menthető már meg. Így csak annak ajánlatos gombát gyűjteni, aki biztosan felismeri a gyilkos galócát. Mai magazinunk ezzel véget ért. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket következő műsorunknál is. Viszontlátásra!